A kisadózó vállalkozások tételes adója, a KATA, manapság a vállalkozók körében egy nagyon népszerű adózási forma. A BKIK segítségével most megtudhatja, milyen előnyei, hátrányai és egyedi tulajdonságai vannak a KATA-nak. A KATA egy egyszerű, kiszámítható megoldás, főleg az olyan csekély költségigényű vállalkozóknak, akik több helyről szereznek bevételt, és az nem haladja meg éves szinten a 12 millió forintot. Lényeges, hogy ha a katás adott évben ugyanattól a cégtől több mint 1 millió forint bevételt kap, bizonyítania kell, hogy kapcsolatuk valóban üzleti, nem pedig vállalkozásnak álcázott munkaviszonyt leplez. A kisadózó ugyanannyi adót fizet akkor is, ha az év során 12 hónap alatt csak 1 milliót, de akkor is, ha 12 millió forint bevételt szerzett. Ha a bevétel még 12 milliónál is több, akkor a bevétel 12 millió felül részének 40%-át is be kell még adóként fizetni, de a 12 millió forintos bevételi határ túllépése nem zár ki a KATA adózásból. KATA adózó lehet egyéni vállalkozó, egyéni cég, az olyan betéti vagy közkereseti társaság, melynek minden tagja magánszemély, valamint ügyvédi iroda. A fentsoroltak közül nem lehet KATA adóalany az a vállalkozás, melynek adószámát a tárgyévben vagy az azt megelőző évben törölték, melynek vállalkozói tevékenysége ingatlan bérbeadás, amely felszámolás, végelszámolás, kényszertörlés alatt áll, melynek tárgyévben vagy az azt megelőző évben szűnt meg a KATA alanyisága. Az alanyi adómentes kisadózó vállalkozásoknak csupán háromféle rendszeres fizetnivalójuk van. A KATA tételes adója minden hónapról a következő hónap 12-ig fizetendő a NAV részére. Teljes naptári év esetén két részletben, március 15-én és szeptember 15-én esedékes a települési önkormányzatnak fizetendő helyi iparűzési adó. Évente március 31-ig kell befizetni a kötelező kamarai hozzájárulást, regisztrációs díjat. Ha többet szeretne tudni a kamarai hozzájárulásról, keresse a témáról szóló videót a BKIK tudástárban. A kisadózó tételes adójának havi összege attól függ, hogy főállásúnak minősül-e vagy sem. A főállású biztosított, a nem főállású vállalkozóként nem az. A főállású választhat, hogy havonta 50 vagy 75 ezer forintos tételes adót fizet, ha nem főállású, akkor a havi adótétel 25 ezer forint. A főállású kisadózónak minden TB ellátás jár. Ha a katás ezt választja, a helyi iparűzési adó alapja a tényleges bevételtől függetlenül 2,5 millió forint, az adó ennek 2%-a, tehát 50 ezer forint, illetve annak a naptári éven belüli működés napjaival arányos része. Ha azonban egy teljes évi működés ténylegesen elért árbevétele nem éri el a 3 millió 125 ezer forintot, célszerűbb a tényleges bevétel 80%-a utáni adófizetési módot választani, mert ekkor az adó kevesebb lesz 50 ezer forintnál is. A tevékenységét szüneteltető kisadózó, egyéni vállalkozó nem fizet tételes adót azok után a hónapok után, melyek minden napján szünetel a tevékenysége, de ekkor a főállású kisadózónak a biztosításai szünetel, és szolgálati időt sem szerez. Ha a szünetelés idején máshol sem biztosított, egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére köteles. A kisadózó nem fizet tételes adót azok után a hónapok után sem, melyek egészében szülés utáni gyermekgondozás vagy tartós keresőképtelenség miatt vállalkozásában nem tevékenykedik, de a főállású kisadózó ilyenkor biztosított marad. Azonban, ha a tevékenység a hónap akárcsak egyetlen napján még vagy már nem szünetel, akkor arra hónapra a tételes adó egészét meg kell fizetni. Az egyéni katázók körében elterjedt tévhit, hogy ők nem egyéni vállalkozók, hanem katások. Valójában ők is egyéni vállalkozók, csak a lehetséges adózási módok közül az egyszerűbb KATA adózást választották. Sokan vélik azt is, hogy a KATA adózó az ÁFA-ban eleve alanyi adómentes, pedig az alanyi adómentesség nem a KATA velejárója. 12 millió forintos éves forgalom alatt minden más vállalkozáshoz hasonlóan a katás is választhat az áfa fizetés és az alanyi adómentesség között.
12 millió forint bevétel felett azonban már nincs választási lehetőség. Kötelező az áfa felszámítása, a katás is áfa kötelessé válik. Kisadózóként egyéni vállalkozásba fogni remek lehetőség azoknak, akik kipróbálnak magukat a versenyszférában önfoglalkoztatóként. Érdemes lehet az egyszerű és jól átlátható, tervezhető katára áttérni azoknak, a már régebb óta működő egyéni és kisebb társas vállalkozásoknak is, akiknek így vállalkozói élete kiszámíthatóbbá válik. Ne feledje, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, ahogy ez a kis film is bizonyítja, segíti a vállalkozásokat, partner a sikerhez. További részletes tájékoztatás a videó alatt és a honlapunkon www.bkik.hu.